Novi Pazarból visszatérve a szerb egészségügyi miniszter arra kért mindenkit, hogy ne keltsen pánikot, hiszen ott jártukkor maguk győződtek meg róla, hogy van elegendő felszerelés, sőt jelenleg jobban el vannak látva, mint bármelyik szerbiai kórház. Danas, znači, stiže još 14 lekara i sestara, doći će još, primamo od juče, ono što smo obavestili sve, nove lekare i nove sestre. Molim sve da ne šire paniku, da ne šire dezinformacije, da nešto što se pojavljuje na društvenim mrežama apsolutno nije validno. Branislav Tiodorović járványügyi szakorvos szerint Vrányéban is kedvezőtlen a helyzet, de mivel szigorú, példaértékű intézkedéseket vezettek be, ellenőrzés alatt tartható. A nisi körzetben csökkenőben van azoknak a fertőzötteknek a száma, akik a vírust átadhatják másoknak. Viszont 83 személynél komoly komplikáció, gócos tüdőgyulladás jelentkezett. Merimo ono šta se dešavalo od utakmica, od onih skupova koji su bili organizovani, dakle rođendan na svadbi, dakle i onih, da kažemo, žurki, bilo i takvih stvari. Ako je toga mnogo, a bilo je mnogo, onda morate uvijek da merite neko vreme inkubacije. Najčešće to može biti 7 do 10 dana ili eventualno do maksimuma 14 dana. Znači, tek kad to prođe, a mislim da to ne možemo reći pre kraja nedelje, da onda možemo reći da odahnemo, jeste, bilo je, na sreću nije bilo ničega, ali može biti pika ponovog. Tiodorović hozzátette, a tesztelés csak azoknak javallott, akiknek vannak valamilyen tüneteik, még ha enyhék is. Aki tünetmentesen jelentkezik vizsgálatra vagy tesztelésre, csak feleslegesen félelmet kelt a környezetében.